Sziasztok! Egy újabb kártyatükkel szeretnék jelentkezni, mert már elég régóta nem raktam fel a YouTube-ra videót, ezért egy újabb kártyatrükk. A segítségemre lesz két ász, a pik és a tref ász. A trükk természetesen nagyon egyszerű, mint szokásom szerint, de mégis káprázatos. Azt is megmutatom, hogy mire képes, mint a címből is látható. A két ász segítségével mind a négy királyt elé fogom látni, mert a cím az, hogy ászból királyok. No, hallám, mire is vagyunk képesek. Elsőre már megjelent a kör király. Hát, hallám, nézzük meg, hogy még mire is vagyunk képesek. Itt van. Egyet csettintünk, és itt van még egy király. Hát láthatjuk már két piros király, tehát a kárót és a kör királyokat elé is hívtuk. De megfogom az ászokat, és az egyiket megfordítom. Így. És hullám, nézzük meg ezt, hogy is tudjuk átváltoztatni, tehát egy kicsit így, és már ez is egy király. De még minden nem elég, akkor már ezt is királlyá változtattuk. Úgy döntöttem, hogyha a videóra, vagyis hogyha a kártyatrükk magyarázatára nem tudtok rájönni, akkor csinálok egy tutoriál magyarázat videót. De mivel nem nehéz a trükk, ezért könnyen rájöhettek. De hogyha mégis nem tudnátok rájönni, akkor vegyetek fel Skype-on a videó után. Látható lesz, vagy írjatok rám privátban. Sziasztok, és köszönöm, hogy megnéztétek videómat. Sziasztok!